estét kívánok! Köszöntöm mai Szolgáltatók című magazinunk kedves nézőit. Már is sorolom, hogy mi mindennel foglalkozunk. Esemény dús volt az elmúlt hét, illetve az elmúlt hetek. Bőven akadt tehát témánk. Többek között egy autóversenyző tartott élménybeszámolót az egyik autóipari cégnél. Meg fognak ismerkedni majd vele, és számos érdekes részletet is megismerhetnek eddigi pályájával kapcsolatban. Aztán felröppent a hír, hogy a kormány tervbe vette a panelházak 10. emeletének lebontását, ennek is utána jártunk. Hamarosan nyit a termálfürdő, ez gondolom jó hír a strandolóknak, és közben gőzerővel készül az úszoda új része. Ott jártunk, meg tudjuk mutatni önöknek, hogy hol is tartanak most a munkálatok. Aztán egy egészen különleges versenyre is sor került az elmúlt hétvégén a szombathelyi nagyvállalatok anyagmozgató munkatársai között targonca versenyt rendeztek, mutatunk képeket ebből, és az iCornál is ott voltunk, ahol pedig családi napot tartottak a közelmúltban rendkívül nagy érdeklődés mellett. Ezen kívül pedig beszélgetni fogunk a Távhő Zöldülj velünk című programjáról. Ez tehát a kínálatunk, tartsanak velünk! Egyre többen aggódnak, amiatt a kormányzati felvetés miatt, hogy elbontják a panelházak legfelső 10. emeletét az ott tapasztalható rendkívüli hőség miatt. Ezzel kapcsolatban kérdeztük a részleteket a Lakásszövetkezetek Vasmegyei Szövetségének képviselőjétől. A BEM lakásszövetkezet kezelésében mintegy fél tucatnyi olyan épület van, amelyet érinthet a kormány rendelet tervezete, amely szerint azzal próbálnák csökkenteni a 10 emeletes panelházak legfelső szintjének hőmérsékletét, hogy lebontanák azt. A Lakásszövetkezetek Vasmegyei Szövetségének képviselőjétől, aki egyben a BEM lakásszövetkezet elnöke is, megtudtuk, hogy emiatt nem kell aggódniuk az érintetteknek. Mindenki nyugodjon meg, mert biztos, hogy nem lesznek visszabontva az épületek, még akkor sem, ha esetleg egy mintaépületet így visszabontanak. Több olyan dolog van, ami miatt ezt nem lehet megcsinálni. Gondoljuk, hogy a felső vezetés abból indult ki, hogy amikor a két Németország egyesült, akkor Kelet-Németországban nagyon sok panelépület volt, de azok nem magánkézben voltak, hanem önkormányzati vagy állami tulajdonban, és nagyon sokan el is hagyták ezeket az épületeket, lakásokat, és ott csináltak ilyen mintaházakat. A tudomásom szerint 90 ezer ilyen épület lakás volt, és ebből 3600 lett visszabontva, illetve nem is jó a visszabontás, átalakítva, összenyitottak, hosszú házakból kifűrészeltek, mondom így, részeket a panelnél, ezt meg lehet tenni, és mondom most a panelba lakóknak is, a panel az egyik legbiztonságosabb, ugyanis erre vannak kimutatások, ha van egy gázrobbanás például, akkor a téglaépület ugye mind a kártyavár omlik össze, a panel szerkezete nem. Annak idején végeztek ilyen kutatásokat, ugye Magyarországon többféle panel épület van, ezek körülbelül 100 évet maga a vász ki fogja bírni. Mit kell tenni a visszabontás helyett? Ugye a klímaváltozás miatt van az, hogy melegek, mert a meleg fölfelé száll ugye télen-nyáron, tehát melegek a 10 emelet meg a 7 emelet. Most az nem megoldás, hogy a házakat teletesszük klímával, ugyanis egészségre az ugye nem optimális, nagyon sokan arra érzékenyek, meg nem is esztétikailag a házaknál nem is szép. Mit lehet csinálni? Itt a területünkön is, ugye minden épületünket hőszigeteltük. A következő az, hogy a tetőt is hőszigetelni kell, mi már elkezdtük ezt a hőszigetelést, most a harmadikat fogjuk hőszigetelni, amire 15 centi hőszigetelés megy a tetőre, az ablakok ki vannak cserélve, amit kell majd csinálni, tehát a paneloknál, hogy ott az életminőségét javítsuk,
és miután 30-40 évesek a panelok, a képészetet felújítani. Ugye elsősorban a villamoshálózatot, aztán a távfőhálózatot, tehát ami az gázhálózatot, most a szövetkezet területén a gázhálózatnak a felújítása történik, nem csak a lakásoknál, hanem a becsatlakozó vezetéket is mind a földből kiásadtuk, könnyen el lehet zárni, nem kell keresni, hogy hol van a gázszak. Tehát mindent lehet javítani. Még a melegedés ellen el tudom mondani, és ez egy vágyam, nem tudom, hogy korom miatt meg tudom-e valósítani, a zöld tető. Mert a zöld tető, ez nagyon tudná hűsíteni, nem csak esztétikailag lenne érdekes, Szombathelyen ilyen nem nagyon van tudtommal, tehát zöld tetőt lehet csinálni. A másik pedig az is egy nagyon jó pofa dolog, hogy például az erkélyekre egyen árnyékolót felszereltetni, ezt persze az építéshatósággal mindenkivel egyeztetni kell, és ha ott egy színes, ezekre a színes házakra egy odaillő színes árnyékolót szereltetnénk, nagyon jó pofán néznének ki a panelok. A napernyő, illetve a napközben lehúzott redőny, ez a két leginkább jellemző dolog, amelyet a hőség elleni védekezésül alkalmaznak most a magas panelekben élők a Derkovics lakótelepen. A végleges megoldásra azonban még bizonytalan ideig várni kell, az idei nyári hőséget még ki kell bírni valahogy. Nem a zöld tetőre vonatkozik, de a környezettudatossággal összefügg a távhőszolgáltató Kft. Zöldülj velünk programja, amelyről a következő percekben a távhőszolgáltató Kft. Sajtóreferensével, Kocsis Tóth Ildikóval beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Akik nézik rendszeresen a műsorunkat, biztosan találkoztak már a témával, hiszen több alkalommal beszámoltunk róla, de szeretném, hogyha összefoglalnád, hogy mi is ennek a programnak a célja, mikor indult és hol tart most. Szervusz, üdvözlöm a nézőket is. A Zöldülj velünk program az egy ismeretterjesztő program. Ezt a Szombathelyi Távhőszolgáltató hozta létre. 2016-ban fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy azt látjuk, hogy az emberek érdeklődnek a környezetvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatos témák iránt, viszont itt a városunkban nagyon sokszor félinformációi vannak az embereknek. Egy ilyen helyzetben szolgáltatóként feladatunknak érezzük azt, hogy hiteles, valós információkat osszunk meg mindenkivel, és ennek létrejött a Zöldülj velünk program, és ennek keretében szeretnénk minél több hasznos információt átadni ezekkel a gondolatokkal. 2016-ban egy mesét készítettünk. Ne szaladjunk annyira előre, mert te hoztál egy vendéget is magaddal, akit szeretnénk bemutatni a nézőknek, ott foglal helyet melletted, ő a Hő Manó. Ő ennek a bizonyos mesének, amire már utaltál, a főszereplője? Így van pontosan, eljött velem ma Hő Manó is, többször beszéltem már róla, és most akkor be is mutatkozik a tévénézőknek. Ő a mesének a főszereplője, a Kalandozók kalandjai című mesének, amit Devecseri László írt, és a tavalyi évben már több óvodába el is látogattunk ezzel a mesével. Ebben a mesében Hő Manó a főszereplő. Ő az, aki a gyerekeket bevezeti a környezettudatosság világába, természetesen ugye a kicsik számára érthető módon, egy játékos formába. Ez egy nagyon interaktív mese, és minden alkalommal Devecseri László adta elő. Ő végig játsza a gyerekekkel gyakorlatilag ezt a mesét, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a kicsik leülnek, ő pedig felolvas, hanem folyamatosan. Beszélgetnek, játszanak együtt, vonatoznak, a mese folyamán számtalan dologgal megismerkednek. És milyen információkat ad át ez a történet? Ugye a gyerekeknek az ő számukra feldolgozható és megérthető információkat kell, hogy átadjuk, tehát igazából ezek alapvető gondolatok, megismerkednek a távhőszolgáltatással, hogy az valójában hogy is történik, megismerkednek mondjuk a megújuló energiákkal, a környezettudatosság gondolatával, és Hő Manó kíséri végig őket az egész kérdésben és az egész mese folyamán. Most gondolom, hogy ez a kis figura rendkívül népszerű a gyerekek körében, hiszen egy bájos figuráról van szó, amelyiknek a fejfedője, a sapkája egy lángot jelképez, gondolom én.
Igen, így van, valóban az egy lángot formáz, de ugye zöld színben, mert hogy ugye zöld gondolatokról beszélünk, zöldölj velünk a program címe is. Azt látjuk, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezt a figurát, már a mesekönyvben is, és aztán most már ilyen plüss formában is létrejött és létezik a Hőmanó figurája. Az első alkalommal, amikor a gyerekek körébe ezt megmutattuk és elvittük, nagyon nagy sikere volt. Amit először elkészítettünk, azok mind nagyon gyorsan el is fogytak az ő komajálison, illetve az óvodákba is, ahová ellátogatunk a mesével, ott mindenhol megajándékozzuk a csoportokat egy ilyen Hőmanó figurával. Most készülnek az újabb Hőmanó figurák, és remélem, hogy minél előbb tudjuk vinni. De igen, rögtön az ökomajálison annyira tetszett a gyerekeknek, egy háromállomásos játéksorozatot kellett teljesíteniük, és aki ügyesen minden állomást teljesíteni tudott, ő kapott egy ilyen Hőmanó figurát. Nagyon aranyosok voltak, mert volt, aki kifejezetten ezért jött, hogy ő szeretne egy ilyen Hőmanó figurát, mert ismerte már korábbról a mesét az óvodából. Biztosan szívesen haza is vinnék a gyerekek. Igen, és egy olyan történetet hallottunk a városból, ami nekünk nagyon jól esik, hogy már Hőmanónak ilyen élete van, hogy az egyik általános iskolában egy alsó tagozatos osztálynak van egy Hőmanója. És minden nap egy kisgyerek hazaviheti a Hőmanót, és vele alhat. Mindig az, aki a legügyesebb, legokosabb volt azon a napon, és hát nagyon nagy értéke van a gyerekek számára, hogy kiviheti éppen haza a Hőmanót, mi pedig nagyon örülünk neki, hogy így áttételesen is még ekkora örömet tudunk vele okozni. De most ez a mese, illetve ez a figura, ez a kedves figura elsősorban a kicsiknek szól. Gondolom én az óvodásokra és a kisiskolásokra fókuszáltok, amikor vele játszotok és őt viszitek mindenhova. De a program azért ennél szélesebb körül, tehát az idősebb korosztályt is valahogyan megpróbáljátok bekapcsolni ebbe. Így van, a programnak az első eleme volt ez a mese és Hőmanó, és aztán készülünk az iskolásoknak is. Rövidesen ez is összeáll, és bízom benne, hogy szeptembertől ez a program is el tud indulni. Ez egy interaktív óra lesz, ahol a gyerekekkel egy előadás keretében, de itt is nagyon bevonva a gyerekeket beszélgetünk majd hőelőállításról, hőfelhasználásról, energia tudatosságról, hogy tudjuk otthon tudatosan használni a mindennapokban az energiát. Hőkamerás felvételekkel tesszük színesebbé ezt a programot, ezt az egy tanórányi időt, és aztán az óra végén egy rövid kis vetélkedőbe össze is mérhetik majd a tudásukat. Tehát akkor csupa érdekességet és hasznos információt tudnak meg a gyerekek. De mi a helyzet a szülőkkel? Ők nem célcsoport? De természetesen ők is. A felnőttekkel is szeretnénk beszélgetni ezekről a gondolatokról. A rendezvényeinken nagy szeretettel várunk mindenkit, és a felnőttek közül is leginkább az édesanyákat gondoljuk bevonni ebbe a beszélgetésbe, hisz ők azok, akik a hétköznapokban is a leginkább elmélyednek azokban a kérdésekben, ami a jövőnket, a gyerekeink jövőjét érinti, úgyhogy rájuk külön gondolunk, egy okos anyutesttel várjuk őket. Ez mit jelent? Ezt hogy képzeljük el? Hát ez egy néhány kérdésből álló teszt, amiben az anyukák megmutathatják, hogy a fenntarthatósággal, a környezettudatossággal kapcsolatos kérdésekben mennyire jártasak, természetesen beszélgetünk is velük erről, és akik helyesen kitöltik, ők aztán egy sorsoláson vehetnek részt, és nagyon értékes ajándékot nyerhetnek. Szerinted, vagy a tapasztalatotok szerint melyek azok a gondolatok, amik leginkább meggyökereznek a gyerekekben, és amit talán otthon ők maguk is valamilyen módon fel tudnak használni, és ők maguk is a maguk kis életében környezettudatosabbak tudnak lenni? Tehát kapnak hasznos tanácsokat is tőletek? Én azt látom, hogy leginkább a gyerekek számára most először lesz maga a gondolat, hogy a környezettel foglalkozni kell, elérhető. És ugye sokszor hallunk erről a médiában, de ez nem a gyerekeknek szól kifejezetten, ők nem értik meg, ahogy ott meg van fogalmazva, viszont ennek kapcsán egyáltalán elgondolkoznak rajta, hogy kell valamit a környezetünkért tenni. Például a fenntarthatóság gondolata, mit jelent az, hogy fenntartható? Hogy úgy fejlődjünk, hogy azzal ne károsítsuk a környezetünket, illetve olyan mértékben károsítsuk, amit aztán vissza tudunk építeni, és hosszú távon is meg tudjuk őrizni azt a környezetet, ami minket körbevez. Több kisgyerek is odajött hozzám már a rendezvényeken, és beszélgettünk erről, akik előtte mondjuk az óvodában már hallották a mesét, és leginkább ez volt, ami talán számukra átment, hogy utána elgondolkoztak ezen, hogy oda kell figyelni a környezetre, óvni kell azt, figyeljünk arra, hogy mondjuk ne szemeteljünk, figyeljünk arra, hogy mivel fűtünk, mit tehetünk érte, természetesen nem gyakorlati teendőkkel, hanem egyáltalán csak magát a gondolatot elkezdték érlelgetni.
De aztán, ahogy említetted, szó esik a különböző megújuló energiaforrásokról is. Ez pedig azért lehet érdekes kérdés, mert felmerül, hogy mi köze van mindezeknek a távhőszolgáltatóhoz. Így van, a Szombathely távhőszolgáltató is használ megújuló energiaforrást most már több mint 10 éve. Van egy faaprítékos kazánházunk, ez a Jóskarola lakótelepen a Mikes kazánháznál van, amit üzemeltetünk, és az a Jóskarola lakótelep egy jó részét el tudja látni, fűtés és meleg víz tekintetében is. Úgyhogy itt kapcsolódhat össze ez ugye a mesével is, tehát egy távhőszolgáltatást is be tudjuk mutatni, meg tudjuk mutatni azt, hogy a távhőszolgáltatás mitől tud környezetbarát lenni. Mi az elmúlt években nagyon tudatosan foglalkoztunk ezekkel a gondolatokkal, a fejlesztések során ezt mindig figyelembe vesszük, hogy olyan döntéseket hozzunk, ami a fenntartható élet, a fenntartható jövő felé mutat. Itt kapcsolódhat össze ez az egész gondolat a Zöldülj velünk programmal, de nem csak a távhőszolgáltatásról van szó ebbe a programba, tehát azért kitérünk más kérdésekre. Az energiafelhasználás egyéb területeiről is. De ha jól értem, akkor iskolai csoportok például, vagy érdeklődők meg is tekinthetik ezek szerint ezt a faaprítékos üzemet, és így tovább. Így van, hogy ne üzemlátogatást bármikor tudunk biztosítani, illetve van egy látogatóközpontunk is a 11-es Huszár úton, nagyon sok iskolás csoport oda is eljön. Ott is a távhőszolgáltatást mutatjuk be, ott is beszélünk a megújuló energiákról, és ezekről a környezettudatossági, energiatudatossági kérdésekről, és így van, ahogy említetted, a faaprítékos kazánházba üzemlátogatásra is nagy szeretettel várunk mindenkit, csak be kell jelentkezni az ügyfelszolgálaton, és mi biztosítjuk a bejárást. Ez is nagyon érdekes, voltam egyszer egy diákcsoporttalként, és azt láttam, hogy nagyon érdekes dolgokat tudtak meg, teljesen új szemszögből látták a távhőt. No, mivel az előző téma, amit az imént mutattunk a kedves nézőknek, éppen a panelházakkal és a fűtéssel is összefüggött, hadd kérdezzem meg, hogy fordultak-e esetleg hozzátok kérdésekkel lakók, hogy mi lesz ennek a sorsa? Tehát itt a házak visszabontása elsősorban a nagy meleg miatt. Hát ilyen kérdéssel nem találkoztunk az ügyfélszolgálaton, most én is érdeklődve hallottam elnök asszonynak az elmondását ezzel a témával kapcsolatban. Ezzel minket nem kerestek meg, ugye mi fűtésszolgáltatást, melegvizet biztosítunk, ezzel kapcsolatban rengeteg kérdés érkezik a kollégákhoz, de a hűtéssel kapcsolatban egyelőre nem jött kérdés. Akkor nem maradt más hátra, mint hogy ajánljuk a hétvégi programot a kedves nézőknek, mert hogy a Szent Iványi igazságokon talán találkozhatnak magával Hő Manóval is. Így van, ott lesz a távhő, ott lesz a Zöldülj velünk program, és ott lesz Hő Manó is élőben. A gyerekek találkozhatnak vele, fotózkodhatnak vele, ajándékot fog osztani a Hő Manó. Játékokkal várjuk a gyerekeket, szintén egy ilyen többállomásos játéksorozattal, és ahogy említettem, az anyukákat is várjuk, őket egy teszttel, és aztán ugyanezen a napon, szombaton meg is lesz ennek a tesztnek a sorsolás, akik ügyesen kitöltötték, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, keressenek meg minket a Szent Iványén is, és zöldüljenek velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindezt elmondtad nekünk. Nagyon sok érdeklődőt kívánunk. Aki tehát Hő Manóval szeretne találkozni, irány a Szent Iványi igazságok, és ott is a távhőszolgáltató Kft-t kell keresnie. Most pedig folytatjuk tovább. Jó hír a strandolóknak, hogy július 1-én kinyit a szombathelyi termálfürdő. Bár bizonyára tudják, hogy az úszoda egyelőre építési terület, ez a strandolást nem fogja zavarni. Mi elmentünk a termálfürdőbe, megnéztük, hogy hol tart most a beruházás. Párnapos kényszerszünet után újra gyerekek népesítik be a fedett uszodát. Napközben egymást érik az úszás oktatásban résztvevő, táborozó vagy edzésre járó csoportok. Teljes vízcserét követően a mai reggel 6 órától újra nyitva áll a fürdőközönség számára a fedett uszoda 50 méteres medencéje, és természetesen azok a kiegészítő szolgáltatások, amit eddig is a létesítményben igénybe vehettek vendégeink. A régi uszoda a felújítás első ütemében hőszigetelést kapott, és kicserélték a nyílászárókat. Itt egyelőre befejeződtek a munkálatok, de a medencetér közvetlen környéke építési terület. Tavaly ősszel kezdődött az a 2,2 milliárd forintos beruházás, amelynek keretében bővül a fedett uszoda. Ez a létesítmény gyakorlatilag kijelenthető, hogy a szeptemberi iskola kezdésre műszaki szempontból működőképes állapotban kerül. Emellett gyakorlatilag azért nyilván vannak olyan engedélyezési folyamatok, amit ezzel párhuzamosan még majd ügyintézni kell.
Ezzel gyakorlatilag a meglévő létesítmény, fedetuszodai létesítmény is egy új időszakaszba lép, hiszen azzal, hogy ez a létesítmény, ez a 33-as medence átadásra kerül, jelentős mértékben tehermentesíti is a meglévő fedetuszodánkat. Így annak a közönségforgalomnak, aki egyébként kényszerűségből kénytelen volt a sok edzés miatt egyébként nélkülözni a fedetuszodát, illetve az úszást, az újra hódolhat ennek a kettelésének az ősztől. Ezt az új 33 méteres medencét elsősorban a vízilabda egyesület használja majd. A fenti 50 méteres medence mélységgel ellentétben itt a vízmélység meghaladja több mint 2 méter. A háttérben látható egyébként a karzaton az a rész, ahol a lenti férőhelyekkel együtt körülbelül 150-200 ember vendéglátására lesz alkalmas mérkőzésenként, és ha ez nem elég, mert egyébként innen is gratulálva az Avus Vízilabda Egyesületnek, az OB1-ben nagyobb nézettség vagy nagyobb igény lesz a mérkőzések iránt, akkor természetesen az OB1-es mérkőzéseket a meglévő fedettuszodában, 50 méteres fedettuszodában lesz meg lehetőség megtekinteni. A háttérben még látjuk egyébként, hogy már előkészítik, és gyakorlatilag az utolsó simítások történnek az információtechnológiai szereléseknél, illetve az előkészítéseknél, mint ahogy egyébként is az innen nem látható a kazánházban és a légtechnikai berendezések végső beépítése is a napokban zajlik. Az új medence mellett különböző kiszolgáló helyiségeket, öltözőket, irodákat, orvosi szobát is kialakítottak. Az új épületrész nem csak a régivel van összekötve, a tervek szerint egy újabb szárny is kapcsolódik majd hozzá. Előkészítés alatt van egy további bruttó 5,6 milliárdos beruházás, aminek a lényege elsősorban az, hogy a meglévő 50 méteres fedettuszoda teljes körű műszaki és szolgáltatási felújítása is megtörténik. Mindemellett létesül egy egész évben működő családi élményfürdő, ami elsősorban a kisgyermekes családok érdekeit próbálja kielégíteni. Ehhez kapcsolódóan természetesen nem feledkezünk meg a szezonális időszakról sem, így ennek a fejlesztésnek része lesz majd egyébként olyan külső medencék is, amik egyrészt élményelemekkel, másrészt meg gyógyvízzel lesznek megtöltve. Az élményfürdő tervei már elkészültek, de a beruházás az idei strandszezont még nem érinti. A külső munkálatok a napokban befejeződnek, így a vendégek hamarosan a termálfürdőt is igénybe vehetik. A kivitelezési munkák előre haladtával biztosan kijelenthetem, hogy 2017. július 1-én, azaz jövő hét szombaton a termálfürdő kinyitja kapuit vendégeink számára. Emellett a nyitás mellett szeretnénk kedveskedni vendégeinknek különböző programokkal is, amelyek elsősorban az egészségmegőrzéshez kapcsolódnak. Kötetlen beszélgetésre érkezett Szombathelyre a német túraautóbajnokság egyik sztárja. A Schaeffler vállalatcsoporthoz tartozó Ellucas Avaria Kft. Meghívását fogadta el Mike Rockefeller, aki a cég színeiben 2013-ban megnyerte a DTM bajnokságot, és jó eséllyel indult a hétvégén a Hungaroringen megrendezett versenyen. A gyár buszt is indított erre a bajnokságra. Új versenyautók, átdolgozott szabályzat, sikerek és nehézségek. Többek között ezekről mesélt a német túraautó bajnokság jól ismert versenyzője, Mike Rockefeller, az Ellucas Avaria Kft. Munkatársainak. A gyár már hagyományosan közönségtalálkozóra hívta a 2013-as bajnokot, aki az idei eddigi versenyeken is pontszerző helyen végzett. A Schaeffler cégcsoport színeiben induló autóverseny a nagyvállalat ügyvezető igazgatója beszélgetett. Mivel a gépjárműgyártás területén dolgozunk, alkatrészeket állítunk elő, ezért otthon vagyunk a témában. 1980-ban végig kísértem az első DTM futamot. Természetesen más volt akkor, mint ami most van, de sokkal izgalmasabbnak tartom, mint a Forma 1-et. Nagyon jó, hogy Mike Rockefeller itt volt velünk. Ő nagyon jó fej, igazán közvetlen. Természetesen a dolgozók is tehettek fel kérdéseket az autóversenyzőnek. Szóba került, hogy melyik a kedvenc versenypályája, mennyire megterhelő egy-egy verseny, és vajon van-e szabad ideje egy két gyermekes bajnoknak. Rockefeller 9 évesen a gokart pályán kezdte a versenyzést, a német túraautó bajnokságban már 10 éve autózik,
így ha nem is nagy öregnek, de tapasztalt pilótának számít. Mike idén kitűnő eredményeket ért el a Schaeffler Audival, a cégcsoport az 1980-as évek óta vesz részt a DTM futamokban, 2011-től pedig a versenyautó névadója is. Nagy megtiszteltetés, hogy a Schaeffler-t képviselhetem a versenypályán és győzhetek is. Az utóbbi két év nem sikerült olyan jól, de remélem, most ismét a dobogóra állhatok. Fontos, hogy Budapesten szorítanak értem a cég dolgozói. Nagyon jó volt eljönni ide, és látni, hogy van érdeklődés. Az autóipari alkatrészeket gyártó nagyvállalat nem csak azzal lepte meg dolgozóit, hogy részt vehettek a közönség találkozón, hanem a bajnokéval megegyező sapkákat, pólókat, valamint autóversenyzős társasjátékot is kisorsoltak köztük. Úgy gondolom, hogy dolgozóink közül nagyon sokan követik is ezt a versenysorozatot. Amikor Mike eljön hozzánk egy-egy ilyen interjúra, az nagyon pozitív a munkavállalóink számára. Jobban tudnak azonosulni azzal, amit itt csinálunk. A Schaeffler cégcsoport két magyar gyárából is indítottak buszokat a hétvégi német túraautó bajnokságra, amelyet a Hungaroringen rendeztek. A pálya lelátóin egy egész blokkot lefoglalt a nagyvállalat. Szombathelyről 50 kisorsolt dolgozó és párja szurkolhatott személyesen is a versenyen. Az utóbbi időben, amióta Mike utoljára itt volt nálunk, azóta követem amennyire lehet, akár a Facebookon, Twitteren, stb. Tehát a tévében nézem a futamokat. A versenyző elhozta Szombathelyre a 2014-es autójának makettjét is. Elmondta, ma már a gépjárművek csak külsőleg hasonlítanak a széria autókra. A legnépszerűbb nemzetközi túraautó versenysorozatban klasszikus belső égésű motorral szerelt gépkocsik vesznek részt. A Schaeffler cégcsoport ezek hatékonyságának növeléséhez az autóipar számára fejlesztett innovatív technológiákkal, termékekkel járul hozzá. 1980-ban láttam a Nürburgringen az első futamot, akkor még gyakorlatilag a közúton is lehetett volna menni az autókkal. Azóta ez teljesen másképp van. Mike autójában Schaeffler alkatrészek is vannak, de természetesen ezek egyedi darabok. Az érdeklődők megtudhatták, hogy a német túraautó bajnok a nézők számára igazán látványos élményekkel szolgál. A puhább gumik sokkal kiélezettebb, izgalmasabb versenyt eredményeznek. Az is változás, hogy nem használhatjuk a kerékmelegítő paplanokat, ez is másfajta versenyzésre ösztönzi a versenyzőket és az istálókat. A közönség találkozó végén csoportképek is készültek a bajnokkal. Mike Rockenfellernek nem sikerült úgy a magyar futam, ahogy tervezte, ugyanis hatalmas küzdelem után csak a negyedik helyet szerezte meg. Autóverseny után most egy másfajta vetélkedésről lesz szó. Targoncás ügyességi versenyt szerveztek Szombathely legnagyobb vállalatainak anyagmozgató munkatársai számára. Másodszor került sor erre a játékos elemekkel tarkított szakmai vetélkedőre, ezúttal az EPCOS telephelyén a legjobb csapatnak járó vándorkupa a Delfié lett. Ennek a versenyzőnek nehéz a dolga, mert mindössze néhány centiméternyi helyre kell beilleszteni a targonca villáját, hogy megemelje és visszategye az alkatrészt. A pályát az LUK dolgozói alakították ki. Nagyon nagy kihívás, mert szűk körülmények között gyakorlatilag, mint egy akadálypályán kell nekik emelés és rakodási munkálatokat teljesíteni. Többször is ismétlődő feladat a raklapoknak a nagyon pontos pozícióra való helyezése, megemelése úgy, hogy súlyok vannak rajta, amik billenőképesek, tehát mind egyensúlyozási képességek, mind pedig pontossági kérdések, vagyis feladatok vannak a pályán. Továbbiakban van egy nagyon nagy kihívás is a pályán, egy kuplungot kell megemelniük rúdról le és rúdra föl. Ha kiismeri a kuplung felépítést és a tányérrúgót, akkor az el tudja képzelni, hogy egy olyan 40 mm-es átmérőről emelünk le egy kuplungot és arra rakunk rá, és mindez természetesen a nagygépnek a villájába. A technikás feladatok próbára tették a résztvevőket. Tetszett a pálya, szűk volt, az volt talán az egyik legnehezebb, főleg a fordulóknál, a lufiknál, például a lufik bökörésnél. Tekerhez kimondottan tetszett, jól neki kellett futni, aztán
de jó volt, kellemes, technikás, sok kis trükk volt benne. Kosárlabda szállítás, vagy éppen egyensúlyozás egy pohár vízzel, ilyen ügyességi feladatokkal és az idővel birkoztak meg a versenyben a targoncások. Számukra a pontosság a mindennapi munkának a része. Hétköznap nagyon oda kell figyelni, már ott az emberek között közlekedik, az ember nagyon szűk helyek vannak. Itt azért az ember hibázik, vagy valami, itt nincsenek olyan feladatok, ami eltörne, vagy az anyagmozgatásból kifolyólag. 6 szombathelyi nagyvállalat munkatársai versenyeztek 3 különböző kategóriában. Valahol azért versenytársak vagyunk, főleg a munkaerőpiacon, de másik oldalon nagyon sokat segít számunkra azért az egy szakmával foglalkozók a nagyvállalatokon belül kicserélhetik tapasztalataikat, gyakorlataikat, és úgy gondolom, hogy ez is a targoncás verseny, és ez egy nagyon jó alkalom erre. Az EPCOSZ Kft. Rendezi ebben az évben a nagyvállalatok közül ezt a versenyt. Én úgy gondolom, hogy itt a dolgozóink az EPCOSZ Kft.-nél kitettek magukért, és egy nagyon színvonalas versenyt hoztak össze. A versenyzők nagy lelkesedéssel készültek a próbára, többen közülük a munkahelyi fordulókban bizonyítottak korábban. Ahogy látom, a cégünkön belül az embereket ez érdekli, ugyanis a jelentkezés az teljesen önkéntes alapon ment, és átmentünk egy következő válogatáson is, hogy lehetőleg olyanok jöjjenek, akik már voltak is, viszont legyenek újak is, hogy még több tapasztalat legyen. Illetve, hogy miért fontos a cégünknek? Hát ez fontos, mert hát ebbe az iparágba élünk, és egy nagy felvásárlói vagyunk mi ennek a logisztikai tevékenységnek, tehát fontos a megmérettetés. Bár nem az eredmény a fontos, mindig azt mondom, hanem tényleg ez buli, ez fun, tehát itt most azért jöttünk el, hogy egyet bulizzunk. Első ízben csatlakozott a versenyhez a Fókuszon csapata. Örömmel mondhatom, hogy a legnagyobb hölgy csapattal érkeztünk erre a versenyre, ezzel is mutatva, hogy nálunk a hölgyek legalább ugyanolyan jó targoncvezetők, mint a fiúk. Azoknál a feladatoknál, ahol kevesebb a kézi munka, mondhatni, hogy a lányok precízebben, jobban tudnak közlekedni a targoncával. Persze, ahol sok rutira van szükség, ott a fiúk azért még kicsit előnyben vannak, de a lányok azt mondom, hogy még egy jó kis gyakorlás is be fogják hozni őket. Az anyagmozgatásnak valamennyi vállalat működésében jelentős szerepe van, talán ezért is választották ezt a szakterületet a közös szakmai versenysorozatnak. Az anyagmozgatás azért fontos igazániból a cég életében, ugye ők felelősek azért, hogy a gyártóterületre eljussanak az alapanyagok, illetve ők mozgatják a gyártóterületen belül az anyagokat, illetve a gyártás befejezése után ők felelősek azért, hogy a késztermékeket kivonják a gyártóterületről, ők felelősek azért, hogy ezt feltegyék azokra a szállítóeszközökre, kamionokra, amíg aztán a vevőkhöz eljuttatják a termékeinket. Úgyhogy gyakorlatilag a folyamat elejétől a leges legvégéig szerepet játszanak a cég életében és működésében. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy megmutassuk a dolgozóinkat, hogy mennyire tehetségesek, hogy büszkék lehetünk rájuk, és hát egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az itt felvonultatott technológiát, azt használjuk a cégen belül, úgyhogy nagyon sok tapasztalata van a dolgozóinak, és nagyon jó lehetőség erre, hogy ezt megmutassuk. A szakmai kihívás mellett a csapatépítés is fontos eleme volt a rendezvénynek. A kollégáknak ez egy nagy elismerés, akik kijuthattak ide, hogy megküzdjenek a többi vállalat képviselőivel, egy nagy motiváció, illetve az otthon maradottaknak pedig egy lelkesítő, ösztönző erő, hogy jövőre a házi versenyen esetleg jobb eredményt elérve ők lehessenek a városi versenyen a képviselők. A verseny végén a hibapontok száma és az időeredmény összesítése alapján hirdettek győzteseket. A Vándorkupát a legeredményesebb vállalati csapat, a Delphi vihette magával. Most pedig egy új beruházásról számolunk be, hiszen a közelmúltban új csarnokot épített szombathelyi telephelyén a Borsodi Fémmegmunkáló Kft. Ezzel a beruházással az is lehetővé vált, hogy tovább növeljék dolgozóik létszámát. A Borsodi Fémmegmunkáló Kft. 1981-ben alakult győri székhellyel, és az eltelt 36 év alatt egy 220 főt foglalkoztató középvállalattá nőtte ki magát 3 telephelyel. Ezek közül a szombathelyi 13 éve működik. A cég egyedi gépalkatrész készülék és mérőberendezés gyártással, valamint hőkezeléssel és célgéptervezéssel foglalkozik.
A győri központ mellett itt Szombathelyen és Kisújszálláson az Alföldön van egy-egy termelőüzemünk. 2004 óta vagyunk jelen Szombathelyen, amikor is a TDK Epkosz gyárában egy karbantartó üzemet a gyár felkérésére átvettünk, tehát azóta jelen vagyunk a városban, és igazából amikor a TDK Epkosz a Szent László Király utcai telepéről kiköltözött, akkor kellett nekünk is gondolkodni a jövőn. Vas megyében nagyon jelentős megrendelőink vannak, kiemelhetném az említett Epkosz gyár mellett a Luxaváriát, a GM Opel ugye Szent Gotthárdon, de akár a BPV Rába, tehát nagyon nagy megrendelőink vannak itt a megyében, a régióban, és ezért döntöttünk úgy, hogy mivel a telephelyváltás az kötelező volt, hogy egy ilyen zöldmezős beruházással önerőből megvalósítjuk ezt az új üzemünket itt Szombathelyen. A vállalat a tavaly megkezdett telephelyfejlesztéssel 500 millió forint értékű beruházást hajtott végre a városban. Az új csarnok ez 1200 négyzetméteres, 900 négyzetméteres csarnok, és körülbelül egy két szinten egy 300 négyzetméteres irodával bővít a Borsodi Műek Kft.-nek a telephelye. Jelen pillanatban 22 főt alkalmazunk itt Szombathelyen. A tervszámok azok egy éven belül körülbelül szeretnénk 100 főre duzzasztani a szombathelyi létszámot. A zöldmezős beruházást a vállalat teljes egészében önerőből valósította meg. A mai gazdaságban, a mai gazdasági helyzetben a legnagyobb kihívás a városban az a munkaerő hiánynak a kezelése. Nyilván nekünk elsősorban nem arra van szükségünk itt a közvetlen térségben, hogy több ezer főt foglalkoztatott cégek telepedjenek ide, hanem az, hogy a meglévő vállalkozások, kicsik, közepesek, nagyok fejlődjenek, egymást egészítsék ki, ezáltal még erősebbek legyenek a piacon, és ebben a mostani üzemcsarnok avatás és az egész Borsodi Kft.-nek a tevékenység egy kiváló példa. A vállalat a létszámbővítés mellett a műszaki géppark fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Én úgy gondolom, hogy idei évben két fejlesztést hajtottunk végre. A központi telephelyünkön egy emeletet ráhúztunk a központi irodaépületünkre, és itt ez a zöldmezős beruházással, ami körülbelül 500 millió forint értékű beruházás volt, egy időre itt Szombathelyen a fejlesztéseket, mint ingatlan fejlesztések, egy ideig biztos vagyok benne, hogy elegendő lesz az elvárásoknak. A jövőbeni fejlesztések mindenképpen a műszaki géppark fejlesztés és a műszaki életnek a fejlesztés. Emellett a tervei között szerepel a célgépgyártás erősítése a szombathelyi gyáregységben. Egy igen jó hangulatú családi napot tartottak a közelmúltban az iCore-nál, ahol íjászat, népi fajátékok, ugrálóvár és koncertek várták a dolgozókat és hozzátartozóikat. Erről az élménydús napról mutatunk most önöknek egy képes összeállítást. Ismét elültettek néhány facsemetét az iCore udvarán. A cég munkatársai később is gondozzák a fákat. Volt, aki ezt az eseményt várta legjobban a családi napon. És már ez a negyedik fák, ha jobban belegondolok. Hát ez most már hagyomány inned. Harmadik alkalommal meg lehet nézni, a bejárattól kezdtük, már lassan körbeérünk. Az eseményen a lengyel testvérvállalat vezetője is részt vett. Ezzel, ahogy fogalmazott, végérvényesen gyökeret vetett a lengyel-magyar barátság. We are celebrating the Hungarian Family Day. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a magyar családi napon hagyományosan, de ez már több is, mint hagyomány, hiszen a lengyelek és a magyarok együtt ünnepelnek. Ez több is, mint családi nap, hiszen azért dolgozunk, hogy a menedzsment csapat is minél tökéletesebben együtt tudjon dolgozni a jövő tervein. Ez volt a harmadik családi nap a cég életében. Ilyenkor minden iCore-os együtt szórakozik, így főként közösségépítő erővel bír a rendezvény. Itt vagyunk a teljes családommal, és tényleg nagyon örülök, több mint 900-an regisztráltak a családi napunkra, és folyamatosan jönnek-mennek az emberek, nagyon-nagyon sok programmal vártunk mindenkit. Van itt tűzoltó, mentőautó, különböző népi fajátékokat lehet kipróbálni, egy csomó ugrálóvár van, koncertek mennek folyamatosan, természetesen nem sokára jön az ebéd, lehet ugrálni, falat mászni, aztán próbáljuk minden évben egy kicsit a jótékonykodás is térbe helyezni, lehet kutyát örökbe fogadni, úgyhogy nagyon-nagyon sok program vár mindenkit, és hát ez évről évre egyébként több munkavállalókat vonz, ez az egyik legfőbb eseményünk.
Ezek a kölyök kutyák vártak gazdira a gyár udvarán, tavaly hazavittek néhányat a dolgozók. Most felnőtt kutyát is elhoztak a Fekete István Állatvédő Egyesület tagjai. Kefirnek hívják, 4 év körüli ivartanított szokakutyus, ő neki a társa Vili, 2 év körüli ivartanított kankutyus. Egy része a gazdi kereső kutyusainknak, a kisebb testű kutyusunk, akit Tücsinek hívnak, valamint ugye nagyon sok kutyánk van, aki jelenleg gazdit keres. Közben a kisgyermekek is megtalálták a nekik tetsző foglalkozásokat. Elkölt családi nap, és... Mit lehet csinálni? Hogy lőni, meg fagyítani. Aztán csillámtetkót csináltattál már? Csillámtetkót. Megmutatod? Eljöttünk a picurral, ő Vivien, és hát most eddig tetszik, még a hintát próbáltuk, az ugrálóvárat, és így ezt a kis lovakat, falovakat, hogy most csak sorbálunk. Eddig még tetszik azért, hogy jó, mert még jól érzi magát a picur is. Most jöttünk, és a tesómmal játszottunk ezt a csigafutamszerűséget. A régi népi játékok között volt hordós lovaglás, körhinta a legkisebbeknek, gólyaláb pedig a nagyobbaknak. A hagyományőrző programok sorában íjászkodhattak is vállalkozókedvűek. A magyarok régi fegyvere, ami a fő fegyvere volt, ez egy visszacsapó reflex íj, amit használtak ugye folyamatosan, akár a lovas harcokban, de gyalogosan is néha használták. A lengyel néptáncosok szórakoztatták a közönséget, és folyamatosan koncerteztek zenekarok is a sátorban. A Tarisznyások együttes elsősorban a gyermekeket szólította meg, többen táncra pertültek a dalaikra. Mozogni a szabadban is lehetett, a légvárakból többféle változatot is ki lehetett próbálni az ájkorban. Közben divatos csillámtetoválás is készült, kutyát, delfint, cicát kértek a legtöbben. Luffy bohóc is sokaknak szerzett örömet, akár csak az arcfestők. Nagyon jól érezzük magunkat, hát ha ilyen nem esik az eső, bízunk benne. Hál' Isten kánikula sincs, úgyhogy most per pillanat a Báb Színházra pályázunk. Túl vagyunk. Nem, először oda! Ugrálóba? Hát igen, még van egy kis időnk, ugye? És hogy érzed magad? Jól. Hófehérke is eljött a gyerekekhez, akik igazi meseváró tekintettel figyelték a Báb Színház műsorát. Kedves nézőink, ennyi fért ma a Szolgáltatók magazinba. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!